Volt fekete lyukot is egyébként, el kell mondjam mindenkinek. Fekete lyuk az volt. Hasonlóképpen olyan félig meddig nem ilyen sivatagi volt a hangulat, hanem inkább ilyen, hát lombhullató erdős, ilyen fenyves patokokkal, stb. De viszont a hasonló tényként az a városi rész, ami bementős, és fenyketek egy keményként, ami plafonon kell bekurválkodni. Nagyjából egyébként ilyen lesz. Most abban hagyom egyébként ezt, hogy valamelyik kicsit később keményként, fél már most a kocsival pár előttünk a hírt, úgyhogy mindenki minden fogma keményként továbbja valamelyik. Hát nagyjából ennyi volt valamelyik a mai part, azt kell mondjam, nem mai, egyelőre most ez volt egyébként ennyi az egészben. El van mentve, úgyhogy tulajdonképpen ez van. Ha valamelyiként érdekel az, hogy eddig milyen pályákat nyomattunk, akkor kérem tiszteltékként itt meg tudjuk egyébként nézni azt, hogy miken voltunk egyébként eddig, miken mentünk. Azt, hogy 20, nem tudom, játék 22. Azt mondjából áll kb. Most meg nem mondom, hogy mennyiből áll, elmondom nektek, nem tudom megmondani. De itt egyébként van egy ilyen fejezett választás, mint olyan. Figyelj, Duke él. Francba késő van. Duke barlang. Anya hajócsata, állj meg bazonyat. Lady Killer. 5. Vegas romokban. Na innen jöttünk ki, akkor mondtam, hogy izé volt. Hogy keménykedtünk, hogy is hívják bolti valamilyen fek. Akkor volt a napsütés style. Gyugdóm, kaptár, főkusza, főszuka, főkusza, főszuka, gyugnukem, tetticitíve mi a tököm, zuhanópálya, gyugburger, writing food, kisített város. Tehát 14. ha minden igaz. 20 valamennyi, úgyhogy nagyjából azért van itt melyikén mit csinál, nem nincsen semmilyen gond. Lehet neki látni, hogy ott van fel a nehézségi szinteket, hogy miket nyomattam, hát lehet neki ez van is mindegy, és épp elég volt nekem. Ennyi van ti valami engedsz, hogy emberek, befejezem a partit, majd később jelentkezünk, kicsit időt az állam kell is még ti valami fekcsőztök. Ennyi van. Hello, stók, ti valamilyen hengerék! Tulajdonképpen nincsen semmi más extra dolgunk, mint ugye folytatni a partit. Genya. Elmondom, hogy 5 fokra futja faszom, és kérem tisztelettel, elmúlt már a fél hetes irodó, úgyhogy mehetünk meg szépen a dolgunkra, geci. Na nézzük be az, ami újság van. Hát kérem tisztelettel, tovább kell keménykednünk a sima játékkal. Szerokör az jó, az mad, oké, jó. Hát nem is kell más. Hajtó, itt van, jó. Fasz. Na gyerünk, geci! Várnak a disznók, bazd meg! Disznó csajok, faszom! Milyen dolog már, bazd meg, megvárakoztatni faszomba? Jó, álljak, állj, van gond. Álljak le picit a dologgal. Először bandikamot szoktuk bekattintani, mert ez már babonából is geci úgy megy. Babona gabona. Gyerünk geci. Jó. Most még egyszer. Oké. Tulajdonképpen nincsen semmi egyéb. Elmondom a kedves nézőknek ugye, hogy keménykedünk tovább a játékkal. Azt mondja, hogy igen. Igen. És igen. Na nézzük a csémi újságban. Azt hiszem, hogy semmit se hagytunk ki, ha minden igaz. Hát kérem tisztelettel, öcsém, megnézzük, hogy mit tartul a számunkra az új pálya. Elmondom mindenkinek, hát reméljük, hogy egyébként lesz valami látvány. Kíváncsiak egyébként, hogy mit tartul a számunkra a Szellemváros című rész. Gyere már, geci! Gyere már, bazd meg! Megy! A felvétel. Na szóval! Kedves hölgyeim és uraim! Vessük bele magunkat a disznók gyilkolásába, bazd meg! Én azt mondom mindenkinek, hogy nem két bazd meg, baszni a rezet, geci! Disznók hulláj mehet a csém áldogálva, lehugyozzuk azok sírját! Na mehetünk a pám tovább! Tulajdonképpen mi újság van? Figyelj, Gyuk mint 250 kilót tud kinyomni nyomópadon, geci! Mi az eres faszom van? Csó, el van faszom! Hát van annak azért ilyen releváns információk is, mint lájuk. Azt, hogy ha egy piros, ezt már mutkaiként mondtuk. Én azt egyébként elmondtam mindenkinek, hogy ez a pálya, ami gyakorlatilag itt következik, vagy itt van, ez nem más, mint a Half-Life 2 epizód 2-ben kísértetiesen hasonlító rész. Történetesen arról van szó, hogy ott már volt az elejére játnak egy ilyen. Hát nem tudom, mennyire lesz egyébként ez hasonló. Azt tudom egyébként, hogy akkor a plafonon kellett egyébként felficcentkedni egyébként. Fia, a mi falcickóinkat csapkodhatod, a lányok legfélebb úgysem szereti, ha az övé csapkodod. Hát van itt némiféle ilyen instrukció egyébként, csőzött tanácsokkal kapcsolatban egyébként, kapunk felvetesre, azt kell mondjam. A főellenség legyőzésétől maradandóan nő az egód. Ezt egyébként már mondtuk még annak idején. Hát megnézzük, hogy mit tud.
mit tud egyébként ez a pálya nekünk nyújtani egyébként. Megnézzük, hogy mi lesz benne kihívás, lesz-e benne elakadási lehetőség, vagy már ez, ebből kifogtak az ötletekből valamilyen felek egyébként az elakadással kapcsolatban, lehet, hogy nem lesz már semmi. Hát egyébként ugye ez a fajta pálya egyébként ugye jól beleillik ugye a környezetbe. Figyelj, rohamosztag századosok mögé tudnak teleportálni, figyelj a teleportálásuk hangjára. Ilyen azt hiszem annak idején volt. Szóközöcsém! Na, hát kérem tisztelt kedves hölgyeim és uraim, nem történik itt más, mint annyi, hogy ugye tovább keménykedünk ezzel a bizonyos Monster Truck-kal, geci. Elmondom, mi újság van, öcsém, tulajdonképp ugye, hát ugye leficentünk ugye onnan, ugye a szétszakadt, darabokra szakadt ugye, ilyen híd szerűségből, és mi most már apám tovább megyünk. Figyelj egyszer ezt, öcsém, nem vagyunk is persok fazon. Figyelj, a törmelék hegyeket laposra taposra, geci, bele a földbe verve, ugye új utat építve, hogyha úgy tetszik, egy szinten lejjebbéki, tovább keménykedünk ugye, az ismeretlenbe. Figyelj, szépen lassan nagy vagányon, geci, gurugatunk itt tovább a nagy sivatag közepén. Félemet nem ismerve, geci, tudod, mit árt nekünk itt bárki, bazdmeg, mindenféle disznó csorda, geci, illetve bazdmeg, errefele. Felhúzunk, hogy nyársa, bazdmeg, azt ennyi lesz. Legalább jót lakunk egy évbe egyszer, bazom. Nem tudom, most mi a geci, nem is erre kell menni, bazdmeg, mi az eres faszomban. Álljon meg picit, bazdmeg. Spin, figyelj ezt! Figyelj ezt, figyelj ezt! Kifutok a világból, genyó! Satufék! Bassza meg lyukat! Hát az nem ment a csinit, azért nem voltam kis pásfaszom, mi a geci van? Majdnem felmentünk a domb tetején, tudod, szóval a szépek, tudod, nem tudták, hogy ezt tudod csinálni, azt izé van. Van egy csomó pálya, tudod, ott közte. Azt fogod a gecibe, azt átműk, azért egyenesen azt ennyi légvonalba, ső. Ezt már végig is van a pályának. Na jó, öcsém, elmondom, jó újság van, valamerre csak menni kért, van egy gyanúsan kidőlt oszlop egyébként, már kezdnek egyébként ezek kifogyni az ötletekből, okay, van egy olyan érzése, nem tudom, többetek egyébként ezeti valami engerek, van egy olyan érzése, tehát már kezdek apám kifogyni apám a különböző trükkökből, meg a trükkök tarsúkból apám kezd már rendesen apám koptatni, kopni való lyukó apám rendesen megvan, mert ez megint apám átlátszó dolog, ez a ugratási készség. Félsz, felfitted nekem most egy ilyet így körülnézés sztájba. Ja figyelj, azt hiszem, hogy ezért levegőbe tolom, mint a Half-Life 2-es van ilyen kiegyensúlyozás. Elszop ki, hogy mi újság, figyelj, meg egy kicsit, nézzem, hogy mi a faszom van, bazd meg. Figyelj, egy olyas plakát, egyébként nem tudom, mi a tököm. Ja figyelj, ez egy csaj, bazd meg, ezt kap ki, öcsém. Valamiféle olyasmi női alak rajzolok egyébként itt ki. Figyelj, némiféle hangok egyébként, aki az ilyen mindenfajta viaduktokról, ugye, lábánál, ugye, kaptató szelek, ugye, mindenfajta széljátékot egyébként játszanak, vagy épp az örvénylő mozgás keltezik ezeket a különböző megtévesztő szirén hangokat, öcsém. Hát elmondom, öcsém, mi újság van, megmondom te őszintén, nem értem, mi van itt, öcsém, neked, de ugyan a gecibe, mi a faszom van. Hát most nekem mi értem, most nem azért, hát ném ott tönd a nagy sziklatömbbe, hát úgyse fogunk azon átmenni. Nekem aztán 8, bazd meg! Bele van a kalandokba, bazd meg! Benne vagyok, faszom, bármi is legyen az! Vissza, öcsém! Ezen átpattanunk, faszom, elmondom nektek, akadályunk nincs apám előttünk. Állj! Ki billentünk apám az egyensúlyból. Figyelj, geci, ezt apázd meg. Figyelj, geci! Készen állsz, bazd meg! Gyerünk, geci, kapaszkodjál be! Ócsém! Kaktusz látta kárát, genyó! Állj meg, bazd meg anyád! Aló, elvera, bazd meg! Add egy cseppet apám az orcákra, bazd meg, ficcent egy kicsit. Mondom, kis izébe, bazd meg, beficcentjük apám egy kis lombikba, bazd meg, jó lesz majd valami legyen otthon. Sárbosú főzők, hogy meghintjük, abban lesz egy kis aromány legalább, az egy kis bukai a geci. Na figyelj, geci, mi újság, nem is hittem volna, hogy megmondom őszintén, hogy ekkora hihetetlen ugrásunk apám fogunk véghez vinni tulajdonképpen. Tudom, vissza is menni mindjárt, hogy tetszett a... Ugye figyelj, geci, ezt apám! Mi az eres faszomban? Két kerek üzünk, bazd meg! Állj meg, te moskos fasz! Állj már meg, te bazd meg! Nem tudok kilátni, az a fülkéből, genyó, mert bejövök apám, süppent a földbe, geci, félikbe, tehát teljesen, bazd meg, mondtam, nyugszik, bazd meg, annak idején. Figyelj, geci! Spét lefelé, geci! Na most mi van, madre? Lefelé megyünk? Állj meg, geci! Na jó, öcsém, elmondom, mi újság van, ti valami engesztelő embert, mi magunk se hittük volna, hogy ilyen képességekkel rendelkezünk, hogy láttunk ficcelni ezen a bizonyos természeti akadályon, amit már múltus, hogy ecseteltünk. Tulajdonképpen, hogy itt semmi extraság, ugye, a sztály szokás szerint ugye ismert ugye jellemzőt, aki lehet nagyjából megfigyelni. Tulajdonképpen, félj, ezt apám. Figyelj, nitróval, geci, falolunk? Nitró nem működik ilyenkor. Tulajdonképpen mi újság, bölcs ötösségén van valamiféle ilyen gyanúsan árokodó ilyen lámpa, tábla, hogy arra esetleg kurva gondolni. Menjünk meg egyszer arra felfaszom, mi újság van ezt a félgezet. Váá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  Mi volt hátul, geci? Ezt vied.
Öbazd meg! Ott van fél egy bicsa húzgeci! Tudom már, csak ízé hiányzik a csüvi, de egy jó kis tengerpart, bazd meg! Túlszal akciózásokkal, faszosz, mehetném bicsélni geci ezerrel, mi a geci van? Figyelj faszom, mi újság, bölcsém! Nem, mint a különböző ilyen hegyi szörnyetemünknek egyébként akadályt jelentene a különböző ilyen éppen össze nem roskadt, hogy is hívják, ilyen táblák. De azért elmondom, azért nem igazán bizony geci, hogy itt átcsalogni faszom a szélénbe az a védőkát, hol van már bazd, minek oda? Megküldtük, mert mi egymás? Én fél több, hogy kérdezi, hogy ezt kapjuk, hogy ne fog a fát fog ugratni, ez nem lesz a kis pásfaszom. Ezt kapjátok, ki geci. Utána vissza, hogy menni, hogy mi újság van az a másik út, hogyha másik úton mennénk. Gyerünk, köcsém! Na ezt kap ki, faszom! Figyelj, geci, lendetet fogunk apám venni, ezt kap ki. Nem kell túlbe szapálni, ki fog fogni a kakaóból, genyó. Állj! Sprint! Kakaót neki, geci! Mi a faszom van? Hát ezt elbasztuk, köcsém, úgy tűnik. Visszabaznak, repléjezzünk egy sort faszom, mert nem kijöttünk apám a gyakorlatból, mi a vezeres faszom van. Állj! Stop, geci! Na figyelj, bazd meg! Nem tudom, most csak a profik faszom, nem két apám nagy faszoskodni, geci. Na gyere, bazd meg! Állj meg, te mocsok! Várjál már, bazd meg! Na! Nem szarakodok, menjünk, geci! Állj meg! Mehetünk! Nem bírok apám egyszer menni az a csicska faszom anyja picsájába, bassza meg! Hát ez nem igaz, geci! Te idióta, mi a fasz csináltál, bazd meg, állj már fel! Hát ugye nincs bazd az egész apám, komolyan mondom az emberben, nem tudom, mi a faszom kizom, hol az volt, ahol vagy bazd, mi a geci van. Figyelj, geci, csak Norris ott van, csak. Értem ezt óta? Csak Norris ott van, megszét, hogy mondom, ez a félkéz egész, megalázok apám a Master Truck-át, faszom. Nem verjük ki a... Nem verjük nagy dobra, inkább ezt mondom. Állj! Várjál, bazd meg, várjál, geci! Elmondom, hogy mi úgy sem mondt valami engeszed emberek, be kell ficcentőnük apám ide magukat, kellett pozicionálni, egységet apám, kellett felkurválkodva ide. Megmondom úgy, hogy van, hogy potenciális eneket kihasználva, geci, azt majd a későbbiekben nem tudok a percet beorientálódni, bazd meg, megfelelő szögbe faszom. Ez nem igaz, ez az egész, bazd meg. Állj, lehetek bazd meg, faszom anyádba, bazd meg. Állj! Ilyen nincs apám, hogy ilyesz legyen valami. És a szatépám csak a izét, faszomat izére, mit apám ezzel. Na, jó lesz apám így. Állj! Nesze neked, geci! Ezt kap ki, öcsém! Ennek vége van, öcsém! Menjél, túl megülünk! Báá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  A szabadon dolgozik, bazd meg, reggel kellnek, hogyha telje, telve, bazd meg. Állj már meg, faszomat az anyapicsát, basszam, Lukasra, rongyosabb azon, amíg él, és hogy mozog, bazd meg, lélegzik. Állj meg! Faszomat, körmentünk, bazd meg, nem igaz? Akkor meg kellett volna mennünk. A büdös kurva anyába rohadjál meg! Te macskos disztó! Kivisz le, bazd meg, házastú, geci! Azt figyeld, geca! Ez az apám a különböző hírhívő annak a ízének, annak az elhagyott kastélynek, vagy mi az rest anyapicsájának, vagy hogy is, mi a geci ez? Háznak, vagy mi a leres fasz? Nem teszem be az a szóba az, mert na, falunak! Figyelj, geci! A disznóköcsém kiszavultok be azok a ízéből, disznóból! Visszaterelni, geci, őket persz meg! A rohadt anyádba! Szórakozol! He, ott van az a ízé, házi sonka, bazd meg! Házi füstölésű! Te mocskos állat! Uj, de jó volt, hogy ezt eltalálom a mocskos disznó. Figyelj, alé a vera, bazd meg, versus disznó bél. Öfjegy csókec, hogy most mi kell felolcsultva, bazd meg a hatásba. Azért mekkora most már van, már egyszer valaki bongolt, bazd meg a faszt. Miatt a kömmel? Figyelj, egyszer kivittük apám a farmal, ahol élünk, szépen, mi házat, bazd csak az alapja maradt meg. Gyere, geci! Várjál, faszom, megfordulok, faszom, nyáp, mint a traktor, a genyó. Basszam meg! Hát csak egy mocsos disznó, bazd meg! Megtömlek faszomat! Mész a disznósába, geci! Ennyi volt, csém, elmondom, mi újság van, mondom kenyérfa, meg egy leparkó vagy egyébként, nem veszünk apám kisfasz, hogy egy akasztófa, geci, ezt kap ki, bazd meg, mi a geci van? Erre fog felkötletni a mocsos cigány, geci disznó. Apám, mekkora kult apám rajtam, nem semmi. Hát azt kell, csém, mondjam mindenki, tiszta egyébként ilyen, igazi spórolási módszer, azt kell mondjam mindenkinek egyébként az ilyen kocsival való keménykedés apám, meg üldöztetés ellenség részéről egyébként, mert gyakorlatilag ugye spórolunk a lőszer ezerre, majd szétlődöm mindjárt, mindenfajta darabok apám, azért mekkora mágó ez a most húsvét elmúltával egyébként már nem igazán aktuális, de azért egy házi sonka az 13 000 forint, és simán befit az olsóra, meg geci, nem úgy van, azt faszom, hogy itt hagyjuk ezt. Figyelj meg, ezt itt geci, milyen darab apám, mekkora darab szép nagy hús faszom. Ez elérdegi ennek a tigisek, bazd az izé, Miskolci oda a sorba, bazd meg. Ilyet még itt hagyni faszom, ilyen pocsékolás geci. Ilyen vásos időszakban geci, tudod a különböző jó kis húsokat tarják ott, bazd meg. Figyelj geci, menj abban a disznósra bele, bazd meg. Füle, bazd meg, mert disznósra geci. Pofaja, mert bele geci a kocsonyába geci. És kocsonyába fesz, úgyhogy elbút már, de mindegy, az őre faszom. Ezt kap ki, fél, milyen szép volt hús faszom. Ezt is, hogy beleharapnék egy geci, nem úgy van, az faszom. Elővennék egy jó kis mustát geci, neki ülnék, bazd egy gyukburgerből, mustát,
anyúta, mit van mi nálam? He, csak mit kurválkodott még meg ez? He, mocskos disztó, mi van bazd meg? Sárfüldőztök, geci! Na várjatok, bazd meg! Hagy segítsen bele, geci, egy kicsit a bajzébe, a mókába, geci! Kihagytok egy jó kis buliból, geci, engem, hogy képzétek ezt, bazd meg? Vedd fel a kocsiba faszomat! Trancsi kornyvarunk van, geci! Mocskos disztó, köcsém! Gyere, geci, be bazd meg! Repélcsém, visszafel a genyó! Dupla kerekes kormányzás, talán visszafingatnám magamat, tudnám, nem tudok kimászni az egészből, bazd meg, megfintuk magunkat, bazd meg, mi a geci van. He, pattanj fel, geci! Gyerünk már, bazd meg, a csó, többiek között, nagyon nyugodtan, hogy tovább fürdőzitek. Ó, oh, igen, csak gondolom én, bazd meg. Segítség! Befel a kocsiba, geci! Menj már bele, bazd meg! A mocskos disznó pofádba! Üdvözöl, geci! Figyelj! Jaj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 
kocsog anyád! Aaa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 
apám ez ilyen ficska bazdag, a készítők részéről faszom, a disznók apám milyen szinten, apám jól érzi, amikor dagonyába geci, ezt tudjuk, ez egy jó egyéki rúg, de az nem fejtő, hogy ilyen szinten geci, nyíltan vállalják fel bazdag ezt a fajta ilyen perverziójukat, azt kell mondjam, ugye ma legközelebb belerobb a kocsi, akkor menjünk traktorra faszom, nem fogunk itt kis pályázni geci, kis faszoskodni, mi a geci, a fia, alacsony textúrájú traktor apám, amit ki befigyelve egyébként, nem is feltűnő módon egyébként nyomul, fiatal egy faklotyó bazd meg, mert üljünk már be bazdag a vizé, mert biztos, hogy beülne ebbe geci, beülnek azt elszállnék apám vizé, mint a Mary Poppins geci. Nem tudom, mik ezek az alkalmatosok, egy dupla klotyó, mi egymás. Nézzük, hogy mi van itt, valamilyen fel, ezt kapjátok ki, hogy igazi ilyen vadnyugati hangot, vagy nem is tudom, minek nevezem az egész ilyen aktualitását, ami itt figyeltő. Mert fia, a szélmalom kedékeiként nagyon faszáló egyébként működik ilyenkor, szélkedék, ugye, úgy is mondhatnám, hiszen tulajdonképpen ilyenkor, hát meglepően jó helyre építették, hiszen ez nem mondható szélcsendes környéknek a csim. Szokás szerint figyelj, majomkenyér, ennek nevezték ezt a különböző ilyen nem is tudom milyen érdekes törzsű alkalmatosságot. Egyébként elmondom azt, hogy félgetsz, hogy elektromos államfél termésapám ezzel nem tudom kik és honnan veszik egyébként ezt le. Ez az áramot egyébként. De gyakorlatilag nagyjából ennyi van, ti van, itt is figyelj, dagonyák egyébként figyeltek, mert ott egy régi ház, alapjai egyébként, háttérben jó megszokott ilyen fekete lyuk, tátong ugye ott, beszippantásra várva egyébként, minden arra járult egyébként, azt kell mondjam. És itt pedig különböző ugye disznó sajtok egyébként hevernek, ugye figyelj, nagy punk fizurával, ez valamilyen felapám, nagy önelégülten apám, ott fetreng apám, deszkával lába között apám, most teljesen kielégülve érzi magát a csém, kidagonyáztam, mert a kis lapították, úgyhogy most már szép az egész a csém, megérte megszületni, figyelj egyszer ezt apám, kurvák, hogy ő meg kocsiba egyszer visszabaznak. Én bazdmeg, rontópál kedvű, úgyhogy ezt le kell bontani apám, minden ezt a fasságot apám, minden tökömnek valapám ez itt, figyelj egyszer ezt apám. Spirit a csém! Csókolom viszont látásra abban az a jövő vissza abban az a legközelebb is faszom. Az is kell nekem, genyó! Hát ennyi volt a csém, megmondom őszintén, anyám is megmondta már régen, egy kiskombos egyébként már rontópá volt, amelyikén nem nőttem ki és nem is fogom. Figyelgetszi ezt a pám, azért mekkora már, figyelgetszi. Nem hiszik ki mindenki a Half-Life 2-ből volt régen lehetőségeként ilyen penge haingálásra, és ez is egyébként egy penge bizonyos szinten, tehát picit jobb egyébként az előzőnél. Figyelj, ezt apám! Figyelj, dugnunk ennek apám nem kotya meg apám a némiféle penge haingál, meg ez a hangy, úgy is hívják, ez a nagy szélkerék lapát dobálás egyébként nem igazán kotya meg apám, 250 kiló fekve nyomásba apám, ez úgy okot kisúlyi a faszom, kiverjük apám itt félkézzel, nem szarakodunk itt apám ez az egészszel. Jön egy disznó, bazdmeg hozzá, basznánk apám, legyakaznánk egyszer, egész sort, bazdmeg, egész kivégző osztok, bazdmeg, lenne faszom. Ehhez képest, hogy nem lenne semmi a izi, a vágóhíd, hogy amit itt művelnénk. Na figyelj egyszer, leficcenünk apám, mert az egész környékös, hová kurvákodunk az egész sztájlal, bazdmeg, nem basztok eredet, mi a eres faszomban. Gyerünk, öcsém, tovább keménykedve, szépen lassan, nagy nyugodtan, nem sietünk mi sehova, igaz, hova sietnénk egyébként. Ez általában jellemző az egész mondhatásomat, egyébként az egészet hozzásomat, hogy jellemzi azt, hogy sose sietek sehova, bazd meg. A búzod meg 25-kor megy faszom, még 24-kor még nagyon nyugodtan reggelizek. Majd elérem azt, lefelé futok utána, de inkább futok, mint hogy álljak egy percet a megállóba, ennyi van. Na figyelj, geci, ezt hozzá fűve most már, megint apám nézem, milyen olcsó tükökkel élnek egyszer egyesek. Én ezt nem értem, hogy mi az eres faszomban, geci. Nézzetek már meg, mi van, ott van kitéve egyszer egy palakerítés faszom. Hát ott kell ugrani megint, hát ez nem igaz. Nem, már túlságosan feltűnő apám, nincs apám egy normális olyan fel, amire azt mondom, hogy most elég gondolkoznék rajta valamit. De most lehetne pedig most már valamit kitalálni egyszer valamilyen túlszalban, hogy elég lehessen gondolkozni valamit, mert már nincs igazán mit tennünk apám az ügy érdekében. Hát gyakorlatilag ennyi van, annyira egyértelmű, hogy mi van, hogy már nem is igaz, hogy nem tudom, hogy az a ház, ami történt egy jobb korábban egyébként még a földből kiállt. Hát most már kevésbé jó korábban egyébként, most már inkább itt bent ficceg, figyelj egyszer, nem feltűnő. Mi újság van apám, teljesen belepte ezt a
az itt lévő áldásos, a korán sem nevezhető időjárási állapot egyébként ilyen szépen befette egyébként ezt az egész házat. Ugye most már egyébként azt kell, hogy első emeletéig ugye befette. Azért figyelj egyszer, mi újság van apám, a különböző kocsot azért rendesen apám meg ráfér mond apám, hogy mosás amikor vagy egy újrafestés, fényezés, ha úgy tetszik egyébként a dolgunk végeztével. Mert azért némiképp azért némi disznó pofák darabja egyébként, mint annak idején, hogy van a jobb helyeken ugye a szúnyog darabok ugye lehet lekapargatni a sárvízsíjákról, a lökhárítóról, nálunk meg a disznó pofának a cafatjait egyébként lehet innen lesuvickolni egyébként valami módon is képen. Elmondom, hogy nagyjából mi újság van, ti valami engedek vissza patron kocsiba is azért, mert ott azt nem néztük egyébként még a múltkor, hogy hát valaki van benne valami feeling. Figyelj, geci! Áj, egy darab a geci! Állj ki! Szállj ki, bazd meg! Hol vagyunk, faszom? Állj meg, fel a dombot! Hé, nem jól felmenni, geci! Hát ez nem igaz, öcsém! A faszomat anyjába! Azt csak egy dísz volt ott a ház! Hát nem igaz, hogy felmenni apám a házra, geci! Na azért! Figyelj, geci! Akkor a paraszt, hogy bazdnek, hogy még traktor jársz iskolában, és figyelj meg, ez milyen ekesor, geci! Figyelj, némi kép apám már el van rozsdával, tehát ki a tökön fog apám itt műveli fölött apám. A hülye is látja egyébként azt, hogy ez az egész körét nem alkalmas a művelése bazd meg itt, azt lehet apám, mint a kukoricát termeszteni bazd meg a sivatag közepén olyan hatások. Figyelj egyszer, mik van apám, különböző tárgyak apám vannak itt bent, geci. Ezt mi van, nem elmentünk apám, hogy benne néztünk volna mi újságban. Ajtó be van bele, kurva, figyelj, valaki szétszított a geci a cuccost. Hát mi a geci van? Legyen már valaki be bazd meg. Figyelj, traktor geci parkolba az a ház, mert tudom, mint jó gondos gazda. Figyelj, egyszer mi ez öcsém? Aggregátor, mert mi egymás? Nézzetek már mi a tököm van. Figyelj, heggesztőben rendel, és nem tudom mi a faszom eres lyuka ez öcsém, ezt nézzetek már meg. Figyelj, mindenfajta ilyen áramos elosztó kapcsolók, meg szekrények, meg mi az eres tököm, tudja mi van. Menjünk a már hátul akkor itt. Hát ez semmi apám, nem akarjunk működni apám az ajtó. Akkor menjünk apám kocsival bebazd, mert nem leszünk apám kis pársok, faszom, nem úgy van az bazd, kopogás nélkül a házba, nem engedne menjünk apám a házba, hogy a kopogás nélkül, ennyi lesz. Gyere, geci! Na várj a baszod! Balra jel! Semmi, szemből kurom szét. Félj sem ezt. De előre demonstráció. Oké, akkor ez menni fog, ezt már láttuk. Setúfék. Ez az egy pedig pörgetés, jó lesz. Figyelj, geci! Neked esélyed nincs faszom, ez a dombos szerintem kifunk apám repülni a világ végére szerintem, de mindegy. Figyelj, geci! Tudtam, rohadjál szét, de borsos geci. Aha! Figyelj, öcsém, mi újság van, geci! A plafonon parkoltunk! Hát szállj már ki, mi a geci van! Nem tudok kiszállni a kocsiból, apám. Van gond. Pénzt túlszol, apám. Jó, akkor kell valami felkeménykednünk. Hát az lehet. Figyelj, geci, milyen vízéket csak apám már figurák a geci. Ezért én kapnék apám a világbajnokságom, és apám nem sem bontogat geci, ezért a műveletért érfazom. Á, meg öcsém, fel kell csinálni a trakotatére egyként, be kell kurvákodnunk. Aha, mondom én, öcsém, nem volt feltűnő egyébként ez. Csak azt a szét fog tudni vinni apám a házat a kocsival. Figyelj, öcsém! EDF Láda öcsém! Ott van egy aprító, geci! Ott egy shotgun! Jó lesz! Köszönöm szépen, geci! Hát a születőpont már elmúlt már, de egyébként azért kedves bazdok, hogy megemlékeztetek rólam, bazd meg igazán! Mindjárt meghatódó, geci! Álljunk le, bazdok! Na ez figyelj, öcsém! Figyelj, traktorunk abban, megy apám a háttérbe! Jó, nem megy hóta! Figyelj, patkány, apám! Kapjuk már fel! He! Te mocs, patkány! Gyere majd, geci! Ne új már! Te mocs, félci ezt, összenyom! Melyik az? Enter! Örömmel, geci! Elmondom, hogy mi újság van, ti valami engesztő emberek. Figyelj, geci, patkány. Jó, a patkány nem, tényleg a lábosan írd azt. Nem tudom, mi apám patkány tettek apám bele a dobozó széttaposra, csóvó kedves volt egyébként. LDF a döcsém. Hoppá, geci, csibomba, adom, mert már telefonk. Telefonk egyébként elmondom, sötétes puska és ez a másik, az feltem az összet, igen. Csibomba, nem tudom, apám, micsoda csibombával kaszom, mert teljesen apám színűk az egész csibombával, azt kell, hogy mindenkinek. Lajdon képeik, figyelj, mik apám, mik vannak egyébként. Itt figyelj, van ilyen hordós egyébként kianítva. Túl sok minden van egyébként a hordóba. Figyelj, sör. Tudod mi ez? Így apám, sőt, hogy ellenáll legyél. Mi van már, geci? Ide a sörömmel, bazd meg! Hát fél nulla sörbe, azt most vettem fel, mi a gecit feszélsz? Jött van nálam a sör, figyelj, ott lent apám, haladjuk mellett. Fél hordó. Fél nagy faszok egyébként, ez is mit ér most nem azért, nem olyan kilincs, mint régen, tudod, ilyen lehet nyugodat, hogy a... ki lehet támasztani, bazd meg a ízi hordóval, fasz, az első oda, azt ennyi van, geci, tetején csúlódik a cső. Ez nagy ízi, nagy kibaszás egyébként, aki be akar jönni. Fél geci, mikró, bazd meg! Ebbe kell fog betenni, geci, hogy patkány, geci, hogy megfőzik, geci, reggire, az lett valami finom kajánk, geci. Nem tudom, mi az eres faszom, mert van már bazdmeg, mint patkány, geci. Utánpótás, nem csak valami, be kell utasni, geci, az ízit, az látta, kijön bazdmeg a pala mögül, apám, valami mocskos dög. Hát nagyjából ennyi van, ti valami, engem nincs egyébként semmi. Elmondom egyébként mindenkinek nincsen semmi. Szép volt egyébként. Fél pizzát, apám, valaki keménykedett egyébként, nem volt feltűnő.
Hát elmondom neki, hogy ennyi van nagyjából ti valami. Hengek még a csim ki ebből a izébe. Elzutupott a morsos geci. Ja, ennyi volt a csim. Kemény megoldás, apám, vagy nyugati sírus. Na jó, öcsém, elmondom, mi újság van, te van, mindent, öcsém, megnéztünk, mehetünk tovább. Azt kell, hogy mondja mindenki, meg szarom, hogyha mindjárt nekem is mennem kell, bazdek. Várjunk már, geci! Gyerünk, öcsém! Figyelj! Ó, várj csak, öcsém! Adjunk, öcsém, a krotyónak, bazd meg! Kurva, Figyelj, szabad esés, apám, mutattuk, apám. Fejedne a hajítást. Ha pontosabban akarunk felezni. Fejezni be az a munkat, kifele fejezni. Elmondom, hogy mi úgy valami engesző emberek, nincs más teendőnk, mint annyi, hogy rá kell ficcennünk a leomlott ház tetejére, és onnan kell átrepülnünk a másik oldalra. Figyelj, geci! Bász meg a dátotá! Ú, bocsánat, faszom, ezt épp csak be tudtuk pákolni, geci, majd mondhatjuk a funkot, faszom. Az egy szál fogunk, ami még megmaradt apám elől. Na figyelj, geci, mi újság van, Mónika, só kettő. Fésd neki, geci, Hát elmondom, öcsém, mi újság van, én nem tudom egyébként, hogy ez maga az elátkozott, vagy a elhagyott park, vagy mi az arra, annak a picsája volt az a szar, ez a... Lidiesz járt a kastély, vagy mi a büdös kurva anyja volt ez? Már nem is tudom mi volt, de lényeg azt mondom, hogy elhagytuk, az kész. Tovább kemények, hogy valami engesző emberek, ugye kitaposítókat ugye hagyva magunk mögött, ugye a utánunk jövő nemzetétnek ugye, hát mondjuk úgy, ugye az utat kitaposva. Tovább keménykedünk, öcsém, kaktuszok mellett és mindenfajta sivatagi hangot, ugye, mellett ugye keménykedünk el. Hát a söpni is írtuk volna egyébként, mert szemünk szánk tele van apám az egész porra, amit itt terem. Fél kis kakót apámat emelkedőre. És ezt kapja, hogy mindenki mi újság apám a háttérben, valami gyanúság apám van, ezt kapjátok apám, mi a geci van. A kaktusz, aki leszámítva, az már nem is tűnik egyébként már fel. Ezt kap ki, öcsém! Figyelj, not enter, öcsém. De azért is be fogunk apám lépni, de nem lesz nagy faszok. Figyelj, geci! Milyen beragadt napám a deszkola? He! Menj már ki, bazzag onnan! Fel! Azt a retek faszát gyűrt ki! Ojjajjajjajjajj! Tiszta olyan szituáció, mint a izé, előbb volt, emlékeztek? Ctrl-C, Ctrl-V! Ez ennyi! Hát olyan nézett ki apám az a rész! Mi mondom is, hogy erre kell fog jönnünk apám elsőnek, hogy megnézzük azt a levét, hogy apám milyen nagy faszon, de ez azért félsz ide leelső, apám mekkora mágeci, mekkora szopás, bazd meg! Mekkora szopók a csísza mágeci, de leelső a faszom! Geci! Rendesen beszarok a gatyába, geci, olyan szinten bevök tolva geci a magasságtól, mert nem sok tízszoros, de akkor bevök tolva geci, már így ránézek. Figyelj, geci, mi van, apám, nem tudom, mi az érdekes, ez valami hídleték, mi a tököm ezt, nézzetek már meg, mi a rákos közvény, ezt azt mondom, hogy kerítés hídlen, de az nem azt szerintem. Ma kiderül be meg. Kiderül, beborul. Na figyelj, geci! Visszafaszom. Rupec! Na gyere, bazd meg! Ne, azért ez érdekes, nem apám, hogy valami olyat hallottunk, hogy be kell fog tökíteni apám, vagy tömíteni ezt a fekete lukot, ez így bazd meg! Most nézd meg azt egyre távolabb és távolabb, amikor kerülünk az egy fekete luktól, hogy nem tudom mi a geci van, ezt kell csinálnunk! Állj, öcsém! Állj! Álljunk meg, öcsém, szóra, bazd meg! Készülj, öcsém! Készülj! Viszont két pozícionálunk. Ó, jó lesz, öcsém, így. Figyelj, geci, ezt apám! Három, kettő, egy, ment! Hát, öcsém, ez úgy tűnik, hogy ez valamiféle híd lehet, elmondom mindenkinek, de milyen híd, félsz ezt! Zsá, volt híd! Jó, geci! Kibasztunk magunkkal lehetséges egyébként, de el kell majd önnünk azt, akkor most szopjuk a faszt. Lehet, geci, nem hiszem egyébként, akkor nem ment volna szét. Bár nagyon tudjuk arra kell menni, faszomat, baszd meg, nem szívjuk meg, geci! Ezt nem hiszem előtt, hogy egy idő után fogunk, hogy neki mondjuk a hídnek, ezen kell a keresztül menni, faszom. Tehát mi, ezért még átunk még menni izével, ez intróval. Sőt, szerintem lesz egy ilyen izé, akkor nem úgy csak el akkor az, ahogy is jelkül, és átrepülünk a cső. Cső, mi csúvász, bozeg. Fegyesz, mi újság van, bozeg meg. Tovább keménykedve egyébként, ez a végen láthatatlan sivatagon egyébként keresztül keménykedve, azt jelenti, hogy mondja mindenki, hogy tovább kell keménykednünk. Fegyesz, a távol, hogyha merre fele kell, hogy mennünk, ugye, és ott idillikus, ion ágyú egyébként távolban, alias ugye mondtam ott Renegade című játék, ugye a Command & Conquerből. Szálljon már, öcsém, kint gyönyörködjük már a tájban, mi újság van, öcsém, legyen valami látvány. Úristen, geci, van estem! Leesek! Segítség! Valaki geci kötelet, bozd meg! Segítsenek már! Figyelj, geci! Jasszom, a táblán vagyok. Ott is vagyok, bozdnek, táblán, figyelj, ezt kilátott már most a festői, bozd meg. Ez kap ki, öcsém! Mi van ott, öcsém, hát? Várjál már, nem itt voltak az akciózások? Tudod, emlékeztek, ha hídon mentünk, nem?
A KitKat bárhol lenne a csajoknak, bazd meg. Menjünk oda le, bazd meg, ha már itt állunk, nem azért. Jó, elmondom, hogy mi újság, mondti valami hengerszerű emberek, hogy csak ezt kapjátok ki. Hatalmas völgy. Benne épp ott csak ugye csördögezik ugye valamiféle ilyen kis csermelypatakapám itt befigyelve. Hátul egy így jobb megfigyelhető, a csepecse feltűnő egyébként ugye a Hoover Guardból kinövő ilyen hatalmas objektum egyébként. De mi ezzel ne foglalkozzunk, úgyhogy tovább keménykedve a kocsival. Hát ugye át kell mennünk ugye azzal bizonyos hitom, hogy szétbasztunk ugye sikeresen, azt kell mondjam. Visszöcsém. Előre! Kakaót neki bazeg, állj! Figyelj Geci, megmondtuk apám, amit megmondtunk. Ajt mondtam, megmondtam Geci, ezen kell végigmennünk. Semmi gond, öcsém. Figyelj Geci. Repülők, öcsém, ellenséges disztrikot tovább hoztak. Állj meg, öcsém. Na, ma váltok faszom. Geci, de bazag, hídra bazd meg, majd átmegy mindenki, de nem leszek kis pályás, Geci. Előre bazag! Figyelj, öcsém, ezt mi újság van, apám, felkeménykedek a hídra. Figyelj Geci, ásad meg, szóval csak ki bazag. Hoppá, nem nyugod, apám, kiszállni, öcsém, nyugtam be, kiben be kiszállni ezt a hídon, de leesem az a másik végre. Öcsém, azt figyeld, Gec, nem tudok zoomolni most rá, de apám, az lesz az elhagyatott, vagy kísértet járta faluba az meg. Én biztos, apám, vagyok benne. Figyelj, Gec, ezt most figyelj, első lépés, apám, most nem fog ugrat, ugrasok inkább, ugrasok. Jó, megbeszélni neki magammal. Figyelj, Gec, ezt, öcsém. Stop! Figyelj, Gec, ezt! Ajaj, van gond, apám, ez nem jó, jó. Hát ez szép. Kösz! Ügyes vagy, Geci! Nem bírtunk el is átmenni, most már mégis sem fogunk átmenni. Kösz szépen, Geci! Nagyon nagy fasz voltál, bazd meg! Gyerünk, öcsém! Gyerünk! Figyelj ezt! Állj! Tűzze ki! Állj! Na jó, öcsém, vissza a menette, öcsi. Állj meg a nagy faszú fákjás mellett, Geci! Jövök faszom előre! Figyeljetek, mocskos disztó, bazd meg! És jegyzeteljetek, Geci! Épp hogy csak átmentünk. Szállj ki, bazd meg! Csű, figyelj, Geci, mi jött a könyvfolyó kapam ott hátul? Szállj már ide, bazd meg, mi a Geci van? Nem biztos kiszállni a kocsiba, hogy te baszom. Ez nem hiszem el, apám, nézd meg ezt. Hát ilyen nincs, apám, nem tudunk kiszállni a kocsiba, nézzetek meg. Apám pedig lehet, hogy gyerek a tárban, mi újság van. Figyelj, Geci, ezt apám, ezt neked keresztül mennünk, meg ilyenek. Hú, genyó, figyelj, ott van, mint szakadék apám a végén az útnak egyébként, a híd meg apám félig meddig ér. Na gyerünk, Geci! Kiszállna a faszomat, elég volt az egészből. Figyeljétek be, apám, mi történt, hogy egy rámpát, ami annak idején ki valószínűleg egy izé volt, egy ilyen stég volt, apám, ezen átkeményedve, mert stég, most egy hülyeség mondom, átkeménykedve egyébként, megint a pénzt kifolyam, nem vagy fasz, apám, mindig kifolyam, benzem, amikor ide jövök, apám, már nem is feltenő. Figyeljétek, hogy milyen vízes, apám, figyeljétek meg a alul lent egyébként. És tulajdonképpen ennyi mondti valam, engek, hogy jövök, mindjárt, nem sokkal vissza, csak egy kis elintézni a dolgom, mert a hív apám a természet, Geci, elmondom, úgyhogy milyen jövök. Szervusz, nyuszi! Elmondom, hogy itt valamelyik jött, hogy a budiból, tulajdonképpen olyan szartam, Geci, mint a izébe volt abban a amerikai pitében, emlékezt, a csehóra beadtak egyszer valami hasonlót, van, akkor lement a budiból, azt mondom, na, mi ilyesmi volt, öcsém. Na, elmondom, hogy mi van, ti valami engelsző ember, tovább kell keménykednünk, öcsém, ez a játékkal. Állj meg, most már izébe töltöröm, hogy az egész bazen, mert hogy is hívják, mert nem akar az igazságot apám nyomatni. Na, jó van, Geci. Elmondom, hogy mi újság van, álljunk egy szóra, bazd meg. Azt mondja, hogy... Igen, sztereokverő megy, oké, akkor bandika bevahintva, rendben, jöhet öcsém a rögzítés. Rendben! Megy a style, és megy öcsém a játék. Folyt köv! Ennyi van, bazd meg. Kérem tisztelt, kedves hölgyeim és uraim, egyébként nemcsen más dolgunk, mint tovább keménykedni a ezzel a bizonyos pályán. Nézzük, öcsém, mi lesz apám a faluba. Kíváncsi vagyok, mit fog apám a játék tartogatni számunkra. Logitech, Blink Video, Unreal Technology.